Sziasztok, Oszkai Péter vagyok, és a mai nap szeretném nektek megmutatni, hogy ősszel is milyen klasszikus élmények és programok várnak titeket a Balaton felvidéken. Tartsatok velem! Meg is érkeztünk Barnagra, a Balaton felvidék egy kis falujába, ahol egy remek kezdeményezés indult, méghozzá egy helyi vegyesbolt formájában. Az egyik alkalmazottal találkozva megnézzük a vegyesboltot, ahol éltetőpont működik. Ez azt jelenti, hogy a boltban a vidék minősége éltető Balaton felvidék védjeggyel rendelkező helyi termékeket vásárolhatunk. Mivel már egy hosszú útra készülünk, megkóstoljuk a helyi finomságokat és bevásárolunk az útra. Jó napot kívánok! Azt tudjuk, hogy Barnag egy kis falu, de pontosan hány fő is lakja? 255 fő. Igen? Igen. Nagyon kicsi, és fogyó, vagy inkább növekvő a közösség? Hát hál' Istennek az elmúlt években ez növekvő. Eddig csak nyaralónak vettek sokan meg házakat, de most már családok települnek le. Jönnek haza Hollandiából, stb. Remek, akkor ez egy javuló tendencia, igen, mondhatjuk. És amúgy hogy jött a falunak az ötlet, hogy egy vegyesboltot nyisson? Hát eddig egy vállalkozó működtette, és az nem akarta tovább. És ekkor jött a gondolat az önkormányzatnak, hogy ezt a kis faluban mégiscsak egy megtartó dolog, hogy van egy közös bolt. A környéken nincs Vöröstó, a következő falu, ott sincs bolt, akkor Mencselyen sincs bolt. És akkor onnan is gondolom átjárnak ide. Hát én is Mencselyről járok bedolgozni is. Igen. Értem. Igen, igen. Úgy tudom, hogy a környezettudatosságra nagy hangsúlyt fektetnek. Pontosan miben nyilvánul ez meg? Hát próbálunk szelektíven gyűjteni, papírzacskókat használunk, tényleg ami belefér, azt megtesszük, úgy érzem. Uh-huh. És mit tanácsolna azoknak, akik hasonló boltnyitásában gondolkodnak? Hát először is legyen azért kis tőke, uh-huh, meg bátorság kell hozzá, de mindenképpen megéri, mert szerintem ez a jövő, hogy a környékbeli termékeket áruljuk, a saját dolgainkat, nem külföldi árut, nem külföldi zöldségeket, és ezzel segítjük a kicsiket is, akik is családi vállalkozásokat tartanak fönt. Szóval mindenképpen a fenntarthatóság felé, persze, kellene elmenni. Én is elmenni. Pontosan, természetes. Köszönöm szépen. Így van. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Legyen máskor is szerencsém! Így legyen! Viszlát! A reggeli után útnak indulunk, a következő úti cél Zádorvára. Mária királynő 1384. december 6-án keltezett levélben Vezsenyi László királyi értékfoglalónak engedélyt adott egy erődített rezidencia vár létesítésére. 1386-ra a Zádorvár jelenlegi formájának kialakítása elkészült, és a Vezsenyi családhoz kötődik. Azonban a vár nem a család saját területén épült, hanem a veszprémi káptalan földjén, ezért a veszprémi káptalan tiltakozást jelentett be, amelynek eredménye az lett, hogy a Vezsenyi família az 1400-as évig Zádorvárát elhagyta. A Zádorvár a Vezsenyi család távozásával jogi értelemben lakatlanná vált, sorsára hagyva. Gazdátlanul állt a további évszázadokban, de azt feltételezhető, hogy ennek ellenére a várat használták. Nem is gondolnánk, hogy mennyi izgalmat, értékes természeti és épített kincseket rejtenek a Balaton felvidék apró kis falucskái. Egy ilyen hely a Vöröstói Kálvária, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a környékre, és nem mellesleg a következő úti célunk is.
Meg is érkeztünk a Vöröstói Káváriához. Nem sokára látni fogjátok, amit én már látok, hogy milyen gyönyörű kilátás nyílik innen a tájra. Remélem nektek is annyira tetszettek ezek az égi felvételek, mint amennyire nekem, viszont most már rohanunk is tovább a következő állomásunkhoz, ami nem más, mint a Szent Balázs templom Balatoncsicson. Gyertek! Meg is érkeztünk Balatoncsicsóra, a Szent Balázs templomhoz. 12. században épült ez a templom, és képzeljétek el, hogy volt körülötte egy falu, de a mai napra teljesen láthatatlan már a nyomai sem láthatók. A rom most Balatoncsicsó határához tartozik, és februárban Szent Balázs napja táján ünnepi misét ünnepelnek itt. Szent Balázs a legenda szerint kivette egy gyerek torkából a megakadt szálkát, azóta torokbetegségek elleni védőszentként tisztelik. Az Ánkától felfelé jövünk a Nivegy völgyben, a templomrom hamar kitűnik a Balázshegy pincéi közül. Különleges formájáról messziről megismerni, és fentről kiváló kilátás nyílik a Nivegy völgy Balatonra futó szőlőire. A helyi legenda számon tartja, hogy a templom közelében a 20. század elején egy német báró épített kastélyt. Léghajón közlekedett Németország és a Balázshegy között, és a báróné valamilyen fogadalomból rengeteg macskát tartott. Furcsa szertartásokat is végeztek, egyesek szerint a johannita lovagrend összejöveteleit tartották a kastélyban. Később a bárót elhagyta ifjú felesége egy katonatiszt kedvéért, a szomorú báró pedig még egy darabig etette a seregnyi macskát, de aztán elköltözött, a kastély anyagait pedig a környékbeli építkezéseken használták fel a helybéliek. Nyomtalanul tűntek el, ahogyan korábban a semmiből jöttek. A Balaton felvidék méltán híres a finomabbnál finomabb borairól, amiben most hozunk nektek egy kis ízelítőt. Irány a Dobosi pincészet. Meg is érkeztünk Szent Antal fára a Dobosi pincészethez, ahol Dobosi Győző már vár minket, vele fogunk egy interjút készíteni. Gyertek! Itt vagyunk Dobosi Győzővel, a Dobosi pincészet egyik tulajdonosával. Szia! Szia! Szeretném megkérdezni, hogy mikor alapítottátok a pincészetet? Ez egy jó kérdés. Kettő dátum van. Van egy hivatalos, amikor egy céget, az 1990. február valamennyi, és ami így a logón is, meg több mindenen látszódik, az 1721 az az a dátum, ameddig hivatalosan vissza tudtunk menni, hogy itt Szent Antalfán a Dobosi család szőlőtermelés és bortermeléssel foglalkozik. Apukám a 7. generáció, mi 8. generáció, visszük tovább. Wow, akkor Magyarországon mondhatjuk, hogy ez egyik legrégebbi? Hát sok, szerintem sok ilyen régebbi borászat van, csak nem mindenkinek van meg így a papír. Meg szerintem itt helyben, ha körbenézünk, itt legtöbb olyan nagy család, például a Sólyom család, ők 1400-as évekig vissza tudnak menni, hogy itt élnek Szent Antalfán, és itt lényegében a szőlő és a bor adta a kenyerét a legtöbb embernek. Ez nagyon érdekes. És amúgy mekkora területen termesztetek? 25 hektár a saját, egy ilyen 3-4 hektárt művelünk bérben, és mi vagy ez a Dobosi család egy elég kiterjedt család, tehát a Szent Antalfa 500 főjéből körülbelül 200-230 fő Dobosi, úgyhogy azért van egy hivatalos visszaigazolás is erre a nagy múltra, úgyhogy régen ők is mindenki szőlőt termelt, úgyhogy mára őket próbáljuk beintegrálni a biotermelésbe, és tőlük vásárolunk fel még egy körülbelül 4-5 hektáron szőlő. Akkor ők is ezzel foglalkoznak, csak másik így területen. Így van, ők másik területen, így van. Itt a birtok körül ez, amit itt lehet látni, ez egy ilyen 5 hektáros tábla, úgyhogy ebből így ki lehet indulni. És milyen fajtákat szemeszedek? Hát ugye főként a kártatlan egyszerű fajtákat, jufar, kéknyelű, olasz rizling, kékfrankos, mi ezekbe hiszünk, de mellett a világfajták is megtalálhatók. A Sauvignon Blanc, vörös szőlők, szürke barát, stb. Értem. És amúgy mikor csatlakoztatok a védjegyhez?
Hát szerintem ő az első között, tehát én emlékszem, amikor az első, fú, hát az évszámot már nem tudom megmondani, szerintem ilyen 2015 körül, amikor indult ez az egész védjegy történet, mert az elsők között benne voltunk, egy nagyon jó kezdeményezésnek találtuk, és azóta is nagyon hiszünk benne. Milyen kihívásokkal találkoztak így a bioszőlőtermesztésben? Igazából sokan így ezt a biót így túlbonyolítják. Ez olyan egyszerű dolog, mezőgazdaság, bárhogy csinált, ha nem bióként, akkor is ki vagy szolgáltatva a, mi úgy hívjuk, hogy a természet az Istennek, tehát ez egy ilyen nagy rizikófaktor. Mi azt gondoljuk biotermelőként, hogy szerintünk ez az egyik legbiztosabb módja a termelésnek, hiszen a lényegében a megelőzésre fektetjük a hangsúlyt, annyi, hogy nem használunk növény, felszívódó növényvédőszereket, műtrágya, gyomírtó, de hogy alapvetően a megelőzésre ezek kén, réz, narancsolaj, stb. És társaival nagyon jól meg tudjuk előzni a betegségeket. Úgyhogy én hiszem azt, hogy ha a legagresszívabb növényvédőszereket használnánk, az sem biztos, hogy stabilabban és jobban működne hosszú távon, mint mondjuk ezek a régi, jól bevált módszerek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy maga a mezőgazdaságban a természet egy kiszámíthatatlan faktor, de ezen belül én a biót nem találom veszélyesebbnek. De azért nem sokan termesztenek biót. Hát nem, de most már hála Istennek egyre többen. Mi amúgy még ez is egy érdekes, hogy 2000-ben álltunk át, tehát most már van 20 év tapasztalatunk az idei szürettel. Úgyhogy mi ebben nagyon hittünk az elejétől kezdve. Ha jól tudom, akkor ide nyitottátok meg ezt a központot, amit most itt látunk a háttérben. Milyen programokkal várjátok a nézelődőket? Hát mi alapvetően ugye egy borászatunk, ezért mindig a bor adja az egésznek a gerincét, tehát maga a bor, borkóstolás, pincelátogatás, szőlő, stb. De mellett megjelentek a zenei programok, az irodalmi programok, amiket így folyamatosan kínálunk a vendégeknek. Nyilvánvalóan itt szállás is helyet kapott. Akkor vannak bortúráink, vannak mondjuk ott a Balázs templomrom, szépen látszódik fenn a hegyen, oda szervezünk mondjuk egy ilyen pikniket, hogy kapnak. Pont, honnan jövünk kézben. Na azért, tehát hogy van ilyen piknikkosár, felvisszük oda a vendégeket, vagy ők fel is tudnak menni, vagy mi felvisszük őket, és akkor tudnak egyet piknikezni, borozni, kis egyszerű kis kosár. Tehát mi nagyon, tehát így próbáljuk a helyi látnivalókat és környékbeli helyeket bemutatni a vendégeknek. Ezeket össze is gyűjtöttük egy csokorba a honlapunkon, ahol ezeket így megnézhetik valaki mielőtt idejön. Gondolom nagyon sokan kapók erre. Hát ugye ez az első évünk, a szállás az végig 100%-osan tele volt így nyáron. Most az őszre és egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik. Ugye van meleg konyhánk is, egy osztrák séfünk főz, aki Michelin csillagos helyeket vitt, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokan ezt megjegyezték, és most egyre több ilyen árajánlatkérés, meg céges rendezvényünk van. De emellett mondjuk esküvünk is volt már múlt héten, úgyhogy és abból is van egy 4-5, ami le van foglalva az idei őszre és jövő tavaszra. Mondhatjuk, hogy az egyik legexkluzívabb hely akkor ezen a térségben. Hát igyekeztünk azt, hogy legyen egy olyan hely, ahol meg tudjuk mutatni tényleg a környékbeli gasztronómiát, borokat, a szépséget, nyugalmat, amit ez a hely ad, és ezt próbáltuk egy ilyen csokorba összegyűjteni. Nem teljesen ezt, engem elvarázsolt az olyan. Na hát várunk mindenkit, bárki, aki ezt a videót nézi. Így van, gyertek el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig irány az egyik legnagyobb éltetőpont, a Fék Prima, ahol a helyi finomságokat és kézműves termékeket vásárolhatunk, és akár haza is vihetünk belőlük e remek kirándulás margójára. Meg is érkeztünk a következő helyszínünkre, mint láthatjátok, a Fék Primában vagyunk, ahol rengeteg helyi finomságot lehet megvásárolni. Gyertek! Szeretném bemutatni Tóth Dávidot, a Fék Prima egyik tulajdonosát. Szia! Szervusz! Először is azt szeretném kérdezni, hogy honnan jött az ötlet, hogy egy nagyobb, úgymond bevásárló központba beengedjétek a helyi kistermelőket? Igazából ez alapkoncepció volt, amikor 2014-ben nyitottuk az üzletünket, hogy mindenféleképpen helyi termékekkel szeretnénk feltölteni a boltot, kiemelt helyet biztosítva. Ebbe volt partner ugye a vidék minősége és a éltető Balaton felvidékért Líder Egyesület. Nagyon jó volt, megkeresték nekünk a termelőket, mi egyesével felkerestük őket, hogy lehetőséget biztosítsunk nekik a boltba. Jelenleg olyan
100-150 termelővel állunk kapcsolatban, és olyan 1000 helyi termék van a boltban. Ú, az nagyon király. És nehéz hozzátok bekerülni? Nem. Igazából bárki, aki jelentkezik, az rögtön hozhatja a termékét. Uh-huh. Segítünk nekik, akár címkekészítésben. Nagyon sok helyi termék például nem jelent, nincs vonalkódja, nehéz emiatt bekerülni például egy nagy bevásárlóba, uh-huh. mivel mindenhol vonalkóddal értékesítenek, mi saját vonalkódokat nyomtatunk azokra a termékekre, ahol nincsen. Tehát próbálunk nekik segíteni, hogy milyen csomagolás, kiszerelés, dobozolásba legpraktikusabb bekerülni, de mindenkit támogatunk, és igazából bárki, aki szeretne jönni a térségből, jöhet és áruljuk a termékeit. Ez egy nagyszerű dolog. És milyen fajta termékeket találunk itt meg nálatok? Jellemzően, amiből a legtöbb van, az a bor. Ugye nagyon-nagyon sok termelővel vagyunk kapcsolatban, úgyhogy balatoni borok gyakorlatilag az összes termelőnek. Aki szeretné, annak áruljuk a borát. Ezen kívül füstölt áru, ezen kívül méz, lekvár, levendulás termékek, és egyéb kézműves termékek. Tehát a fafaragástól a festett bögréig minden belefér igazából. Ez nagyon jó. Tök jó, hogy nyitottatok erre az irányra. Szerintem ez egy követendő példa. Igen, és egyébként efelé tendálunk, tehát hogy lokálisan szerezzük be az élelmiszereinket, egyre többen keresik, ugye minél rövidebb legyen az ellátási lánc, és fogékonyabb rá a vásárlók, tehát nem is kis mennyiségeket adunk el. Tehát van egy-egy borásznak egy kiemelése, például ott, ami a kosárban van, az azt jelenti, hogy abból olyan 2-3 ezer palac bort adunk el 2 hónap alatt. Tehát így, az már mennyiség. Tehát így lehet ebben kalkulálni, be tudják így a portfóliókba venni azt, hogyha fékbe megyek, ide egy mennyiséget el tudok adni, szerintem tök jó nekik is. Értem, ez nagyon kíván, nekem nem tetszik ez a koncepció. És amúgy mit ajánlanál nekem? Mit vigyek magammal az útra? Kedden, látom, szereted a hajadat, úgyhogy valami levendulás hajápolószert tihanyból. Úgyhogy, de nagyon érdemes megkóstolni a szepezdi virslit, hogyha szereted, nagyon finom. Vagy tudom ajánlani például a borból, pont ami ki van helyezve, a Szabó és fiának a 2 frankosát. Meg fogom kóstolni, most sem, és nem lehet, mert vezetek, de amint este hazaértem, meg fogom kóstolni. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk álltál. Nincs mit. Ahogy az előbb ígértem is, meg fogjuk kóstolni ezt a termelői rozébort, de előtte még leugrunk a Kalóz Strand Bistróba, Balatonudvariba, mert már nagyon megéheztem. Megérkeztünk Balatonudvariba, a Kalóz Strand Bistróba, ahol különleges strandételeket fogyaszthatunk. Gyertek, kóstoljuk meg az egyik specialitásukat, és kukkancsunk be együtt a kulisszák mögé. Beszélgető társam Niki lesz, szia! Szia! Először is azt szeretném kérdezni, hogy mi inspirált titeket arra, hogy egy ilyen különleges bisztrót nyissatok a helyi termelőket is bevonva? Hú, ez nagyon hosszú történet, nagyon röviden. 2003-ban kezdtük el itt, vagyis kezdte el a férjem itt ezt a strandbüfét itt, ahol állunk, vagyis ülünk. És párhuzamosan nekünk voltak egyéb dolgaink. Én például televíziós szerkesztőként dolgoztam már több mint kb. 20 évet. Gasztroműsorokat készítettem. Volt szerencsém körbejárni az egész országot, és ezt az úgynevezett gasztronómiai változást, ami Magyarországon lezajlott kb. 2005-2006 óta, azt így nyomon követtem. És nekünk közben volt nyaranta itt ez a Kalóz, és nagyon szerettük volna, hogyha az a tudás, amit ott felhalmoztunk, valahogy ide is bekerül ebbe az üzletbe. Aha. Szóval akkor ez egy meglévő dolog volt, és átformáltátok egy ilyen reformáció mellett. 2014-ben volt egy vízválasztó év, ami egy rosszul sikerült nyárban, mert nagyon esős volt, meg itt és strandon is voltak változások, hogy szabadstrandból fizetős lett, stb. És akkor utána azt gondoltuk, hogy akkor most jött el az idő arra, hogy végre azt csináljuk, amit mindig is szerettünk volna. És akkor 2015-ben egy egészen új irányt kezdtünk, illetve elkezdtük kiteljesíteni azt, amit szerettünk volna, és létrehoztuk ezt a strandbisztró műfajt. Ha jól tudom, akkor minden alapanyagot nagyon gondos utánajárással szereztek be. Nehéz ez? Most már nem.
Eleinte valóban keresni kellett, és az a műsor, ahol dolgoztam szerkesztőként, az egyébként nagy segítség volt abban, hogy megtaláljam a termelőket, de bizonyos szempontból nagyon könnyű dolgunk van. Tehát Borokban például, mi majdnem 15 helyi balatoni pincészettel vagyunk kapcsolatban, az azt gondolom, hogy az már mindenkinek csak hozzáállás kérdése, és a saját ízlése szerint választhat mindenféle típusú borászat közül, illetve a borászatok borai közül. Pálinka szintén, a sörök, a sörfőzdék szintén, ragyogó kisüzemi sörfőzdék vannak a Balaton környékén, a szörpökben már szintén válogatni lehet, a lekvárokban, sajtokban. Nagyon jó sajtosunk van, kecske sajtosunk. Kisapátiból jön a Beától, Kovács Beától a hamburgerzsömlénk, illetve a hotdog kifli, a hotdogba a virsli, Balaton szepezről érkezik, akkor egy csomó mindent mi csinálunk, például a szószokat, a házi szószokat, húsok közül is kapcsolatban vagyunk, marhahús kapcsán, tekeresvölgyiekkel, na hát nagyon, nagyon sok helyi termelővel dolgozunk. Nagyon jó, hogy ezt így kitaláltál, aki már nagyon megkóstolom, de még egy kicsit várni kell rá. Viszont mit ajánlanál? Tudom, hogy mi már választhatunk, de egy idebetívelőnek melyik az az étel, amit ajánlanál? Mindenképpen kóstolják meg. A leveseink szerintem a hideg és a meleg levesek is nagyon jók, tehát azt mondom, nagyon szeretik a vendégek. Ha a kedves vendégleveses, ami ugye egy magyar vendége gyakran előfordul, akkor a levest mindenképpen ajánlanék neki. A burgereinket is persze természetesen, illetve mindig vannak olyan egészséges ételeink is, meg ízletes, meg úgymond bisztró ételek, amiket szívesen ajánlok, amik hetente változnak az étlapom. Szóval akkor rendelkeztek olyan emberek számára is ételekkel, akik vegák, vegánok, valamilyen étel a legjobb. Mindenre fel vagyunk készülve, igen, ez most már egyértelmű, hogy az elmúlt 10 évben ez, erre oda kell figyelni. Egyrészt a táplálkozási szokások változása miatt, másrészt az ételintolerancia ákat is figyelembe kell venni az étlap kialakításánál. Meg hát el kell kezdeni egy egészségesebb vonalat is, arra is igény van, és jó is, hogy van igény rá. Igen, így van. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm szépen. Nem sokára tovább indulunk utolsó helyszínünkre, Örvényesre, a Tulipán vendégházba, de előtte még betoljuk ezeket a hamburgereket, mert már nagyon éhesek vagyunk. Megérkeztünk utolsó helyszínünkre, ahogy láthattátok, a Tulipán vendégházba vagyunk Örvényesen. Huszár Zoltánnal fogunk beszélgetni, az egyik tulajdonossal. Szia! Köszönöm. Mikor nyitottátok a szálláshelyet? Tavaly nyáron, 2020-ban, de ezt megelőzte egy hosszas tervezés, úgyhogy 2016 áprilisában álltunk neki, a felső szinnek, szüleim nélkül nem ment volna. A nyitástól kezdve meg feleségem segít itt a felső részben, úgyhogy együtt csináljuk ezt a szálláshelyet. A tavalyi év az nem maradt ki úgy nagyjából a Covid miatt? Covid miatt nem, mert szerencsénk volt, talán Isten ránk tekintett, és pont a Covidot pont arra az idényre tette. Pont így is terveztük ezt a nyitást 2016 óta, úgyhogy az csak egy plusz volt, hogy ennyi volt tehát ilyen sokan választottak minket, vagy illetve a belföldi nyaralást. Akkor nektek meg így jót is tett. Igen, lényegében igen. És amúgy hány fő befogadására alkalmas a vendégház? A vendégház összesen 4 szoba van a vendégek részére bocsátva, és 10 embert tudunk befogadni. Mit tartoznak a szobához, és mik a közös használathoz? Szobához lényegében egy teljesen felszerelt fürdőszoba tartozik, TV, internet, fagyasztó nélküli minihűtő, Nespresso kávégépeket vettünk a szobához. Lényegében majd, hogy nem minden, ami a vendég kényelmét szolgálja, kivétel ez alól a konyha, ami egy közös használatú, de az teljesen főszerelt, úgyhogy egész évben vagyunk nyitva, úgyhogy lényegében a rántottától elkezdve a sütőn keresztül mindent tudnak a vendégek használni. Igazából akkor el tudják magukat látni, hogyha nem szeretnének étterembe menni. Igen, így van. Úgyhogy vagyunk az év minden napján nyitva, várjuk szeretettel a kedves vendégeket. És már itt tartunk, akkor hogyan tudok hozzátok bejelentkezni, vagy hol inkább? Megtalálsz minket a Google térképen, telefonon, a nagyobb szállásfoglaló rendszereken, Booking, Airbnb, szállás.hu,
szálláspontú nagyon sok vendégünk érkezik, hálásak vagyunk nekik, úgyhogy nagyon sok magyar vendéget tudhatunk magunkével, úgyhogy azokon keresztül lehet hozzánk jelentkezni. Én mindig ajánlom ezt az online foglalási rendszert, mert akkor egy azonnali visszaigazolást kapsz is, amit e-mailben ki is tudsz nyomtatni, és akkor lényegében külön más gondod már nincsen. És azt hallottam, hogy itt nagyon speciális hűtési-fűtési rendszer van, erről mit kell tudni? Igen, 2016-ban, amikor nekiálltunk ennek az épületnek a befejezéshez, mert már állt, édesapám az alapjait kiásta 2000-es évek elején, akkor gondoltunk itt arra, hogy közel 20 ember elhelyezését ugye biztosítjuk, már a középső szinten mi vagyunk, a mínusz egyedik részen meg a 20 vendéglő néhány személyzete akik, tényleg így az év folyamán mindenképpen olyan rendszert kellett kitalálnunk, ami kevés energia fogyasztást igényel, és ez a hőszivattyús hűtés-fűtés rendszer volt, ami a nyári hónapokban hűti az apartmant, a téli hónapokban meg fütti, ez padló fűtés-hűtés, illetve fal fűtés-hűtés rendszert eredményez. Ezáltal már most nézegetjük a napelemes rendszer ajánlatokat, mert szeretnénk, hogyha az energiafogyasztás a nullára redukálódna, úgyhogy a napelemrendszerrel ez meg is valósítható. Túl sok helyen nem hallottam, hogy ilyen hűtési-fűtési rendszert alkalmaznának. Mi előre tekintünk mindig a jövőre, nem az idejévet nézzük sosem, hanem mindig próbálunk 5-10 évre előre gondolkodni, úgyhogy a napelemrendszerben is a paneleket lehet választani, hogy mekkora watt mennyiségű legyen feltéve, és kérdés nélkül a legjobbat választottuk, mert ha 5-10 év múlva esetleg cserélni kell őket, vagy hozzá kell nyúlni, akkor ez is még jó állapotban legyenek. Már csak egy kérdésem lenne, mik azok az apróságok, amikkel igyekeztek az itt eltöltött időt minél kényelmesebbé tenni? Erre a legjobb emberem van, a feleségem, aki mindig figyeli az adott évszakot, adott szezont, hogy mivel lehetne előrukkolni. Például nem is volt olyan régen augusztus 20-ai hosszú hétvége, egy kedves barátunk hozott szarvasról kézzel készített marcipán szeleteket, amiket bekészítettünk a vendégek törölközőjére, illetve van egy kis szőlészetborászatunk is, 2 hektáron foglalkozik édesapám szőlészettel, és a Varga András szintén az Élthető Balaton Felvidékért Egyesületből, a Lídia Borháztól megvásárolta édesapám kékfrankos szőlőjét tavaly, lepalackoztatta, készítette egy gyöngyöző kékfrankos rozét, amit is akkor is bekészítettünk az augusztus 20-ai hosszú hétvégére, mellette ásványvízzel, kis sósmagyarok, kis csokival, úgyhogy próbálunk ilyen kis pluszokkal a vendégek kedvére tenni. Fontos még megjegyezni a Nespresso-t, a kávézás szerintem a Nespresso jegyszob az a kávézásoknak a Ferrari-ja, úgyhogy ajándék Nespresso kávé kapszulával várjuk a kedves vendégeket, és akkor dekorban, minden évszakban, szezonban, ha ősz jön, akkor őszi dekort rakunk fel, ha téli, akkor télit, ledes fűzért rakunk föl télen, majd mutatok képet nektek, úgyhogy... Mondhatjuk, hogy mindig kitaláltok valami extra. Igen, a Niki, az feleségem, ő benne van ebben, úgyhogy nem fogom félteni. De ez kell is, amilyen terített a piac, muszáj valamit mindig kitalálni. Igen, meg szívesen tesszük, ugye itt lakunk, itt élünk, úgyhogy személyesen fogadjuk a vendégeket, erre a szintre más nem engedünk, mi takarítunk, úgyhogy és magunkével érezzük, és tényleg hosszú távra tervezünk. Hát látszik is, mert nagyon színvonalasan tűnik ez el. Köszönjük. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Egy ilyen kalandos nap után nem is vágyik másra az ember, csak hogy kipihenje magát. Nincs is erre jobb hely, mint a Tulipán Vendégház Örvényesen. Sziasztok!